Ahogy telnek az évek, az évtizedek és az évszázadok, úgy válik egyre inkább feledésbe a népviselet és a hozzá kapcsolódó szakma, a népviselet készítők hivatása. Kevesen őrzik ennek a mesterségnek a titkait, aki azonban igen, az a valaki rengeteg tanulás után sajátítja el a népviselet készítés minden trükkjét. Minoris Jánosné azokhoz tartozik, akik több mint fél évszázada készítenek népviseletet. A sárközi népviselettel, a rostkötéssel és a sárközi fejdíszek készítésével foglalkozom. Amellett tanítom a sárközieknek több faluba, Alsónyéken, Pörbölyön, Decsen is most tanítom a rostkötést, Sárpilisen tanítottam. Ezeket a rostokat a fejkendőkre, tehát a rostos szélű fejkendőkre, valamint a viseletnek, a népviselet kötényeinek a szélére készítik. Nagyon szép eredményeket értek el a tanítványaim, nagyon sok tanítványom van. Van, aki megkapta a népművészet mestere címet, népiparművész címet. Aztán Fóton tanítottam, több mint 10 évig jártam, nem rendszeresen, csak alkalmanként a Károly István Népművészeti Szakközépiskolába, ahol a népviseletet oktatják ma is, és a sárközi népviseletet tanítottam. Minoris Jánosné azt mondja, sokat tanult pályájának kezdetén az idősebbektől, akik előszeretettel mutatták meg neki a szakma szépségeit. Ő pedig igyekszik továbbadni ezt a fiatalabb generációnak is. Én, mint népiparművész, arra törekszem, hogy ezeket a szép dolgokat, amiket én tudok, amiket én az idős néniktől tanultam, hogy átadjam azoknak a fiataloknak, akiket érdekel, és akik szívből és nagyon nagy érdeklődés van ez iránt, most újabban úgy látszik fölkapták, akik ezeket szeretik készíteni. Bárki jöhet hozzám, én megmutatom azokat az anyagokat, amik vannak nekem, és segítek is abba, hogy mit, hogyan kell elkészíteni, csak természetesen arra törekszem, hogy az eredeti legyen, tehát ne térjen el a hagyományoktól és a régi viselettől, mert hogyha elferdítjük ezeket a dolgokat, akkor nem lesz szép, nem lesz az az igazi, ami régen volt, és ahogyan egy idős néni mondta nekem, hogy úgy csináld, ahogy régen csinálták, mert ha nem úgy csinálod, akkor lesz belőle egy kófic. A népi viseletkészítő fontosnak tartja azt is, hogy a hagyományokhoz úgy is ragaszkodjon, hogy megfelelően beszél róluk, és helyesen használja kifejezéseket, meghatározásokat. Ugyanakkor Minoris Jánosné szerint az is fontos, hogy ezt a szakmát csak hosszú évek tapasztalatával lehet jól űzni. A könyvének írásakor is erre törekedett. Én évek óta gyűjtögettem az anyagot, írásos anyagot, kutattam utána, és idős néniktől gyűjtögettem össze ugye ezeket a maga az elkészített dolgokat, és hogyan kell elkészíteni. Na és akkor én ezeket mind leírtam. És ugye télen úgy kezdtem egy kicsit úgy átnézni, átirogatni, és azért készítettem el, hogy ebbe a könyvbe megvan az, hogy milyen ruhát, milyen színűt viselt egy gyerek, milyen fejdíszt viselt, miért egy lány, miért a menyasszony, vagy az új menyecske, vagy a gyermektelen asszony, ugye, vagy már a gyermekes, vagy az idősebb korosztály. Tehát ez megvan korosztályonként, családi állapotként, és ezt leírtam úgy, hogy hogyan is készül el. Tehát nem csak az, hogy bemutatom, hogy mit viseltek, hanem maga a készítés módja is le van írva. Ha valaki egy kicsit jobban odafigyel, ügyes kezű, el is tudja ezt készíteni. Minoris Jánosné szerint fontos, hogy megőrizzük és átadjuk a hagyományokat a fiatalabb generációnak, hiszen ezáltal tovább élhet egy olyan szakma a 21. században, amelyet nagyon kevés ember űz Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyon is meg kell őrizni, mert ha ez a korosztály, aki én vagyok, ha mi kiesünk ebből, nem lesz, aki
megmutatja, aki átadja ezeket a kis apró kis fortélyokat, amiket ugye egy-egy fejdísznél vagy egy ruha díszítésénél használunk, mert ha ezeket mi nem adjuk át, teljesen el fog ferdülni. Tehát én mindig arra törekszem, hogy igenis, úgy, ahogyan a régiek, az öregeinktől én tanultam, azt adom át, és el is várom, hogy úgy tanulják, és úgy készítsék el, ahogyan hát ezt kell. A sárközi viseletek készítését Minorics Jánosné már több mint 5 évtizedet csinálja. Azt mondja, máshogy ezeket nem is lehet megcsinálni. Ugyanakkor azt is vallja, hogy a viseletkészítést csak egy egész életen át lehet megfelelően tanulni. Én 14 éves koromban kezdtem el szőni, úgyhogy én 20 évig csak szőtem, rojtot szőtem, aztán később a rostot kötöttem. A kettő közt különbség annyi, hogy a pamutból a rojtot csinálják, sejemfonálból pedig a rostot, ugye sejemkendőkre, meg a sejemkötényekre. És utána kezdtem el a viselettel, ugye a tánccsoportba jártunk 12 évig táncolni, ott kezdtem el készíteni a ruhákat, és akkor így folyamatosan mindig bele kerültem ezekbe, ugye anyósom is azért segített, aztán voltak idős nénik, akikhez elmentem, akik szívesen segítettek ebbe, és tényleg egy olyanok voltak, hogy ők semmit nem tagadtak meg tőlem, mindent megmutattak, és én csak ezt csinálom. A Bátaszéki Gondozási Központban a könyve mellett viseleteket is elhozott Minorics Jánosné, hogy a lakókkal együtt nosztalgiázzon az előző évtizedről, a szőttesekről és a sárközi viseletről.